Boldog percek a Max Rádióban. Max Rádió. A műsor támogatója jobb agyféltek és rajzolás szakértője a Valdorart. www.valdorart.hu. Kedves Max Rádió hallgatók, ismét boldog percek itt a Max Rádióban. A jobb agyféltek és rajztanulásról van szó ebben az adásban is, és ha minden igaz, akkor a Valdorart képviseletében itt van szakértőnk a vonalban, Dorogé Andrea. Szia, Andi! Szervusz, szia, köszöntöm a hallgatókat! Több dologról is beszéltünk már itt a jobb agyféltek és rajztanulás kapcsán, és felmerült már bennem egy kérdés ezzel kapcsolatban, hogy ezzel a jobb agyféltek és rajztanulással hova lehet, meddig lehet eljutni, Andi? Nekünk úgy vannak a tanfolyamaink, hogy egymásra épülő tematika. Az első van egy ilyen úgymond alapképzés, amikor megtanulja valaki ezt a látásmódot, ami a valósághű életű rajzoláshoz kell. A tanfolyamnak a végén referenciafotó alapján képessé válik arra, hogy le tud rajzolni egy teljesen életű emberi arcot. Szokták kérdezni, hogy akkor most csak portrét fog-e tudni valaki rajzolni, hogyha elvégzi ezt az alaptanfolyamot. Azt szoktuk mondani, hogy nem, mert ugye itt látásmódot tanítunk. Azért a portré rajzolás a vége, mert talán ez az egyik legnehezebb és leglátványosabb rajz. Tehát, ha valaki elvégezte az alaptanfolyamot és ismeri ezt a látásmódot, akkor nagyon sok irányba lehet tovább menni. Egyrészt fejlesztheti még tovább a rajztudását, egészen addig, hogy megtanuljon úgy rajzolni, hogy valós modell alapján is tudjon portrét rajzolni, tehát úgy, hogy valaki ott ül előtte, és nem fotó alapján rajzolja le az arcát, hanem valós modell alapján. Mi erre kidolgoztunk egy ilyen több lépcsős tematikát. Azt gondoljuk, hogy először az a cél, hogy megtanuljon az ember referenciafotóról rajzolni egy-egybe. Aztán a második lépés az, amikor már még mindig referenciafotóról, de nem egy-egybe, hanem felnagyítva, úgyhogy az arányok nem ásztanak el. Aztán ugyanezt alkalmazzuk, ugyanezt a módszert, látásmódot alkalmazzuk akkor, amikor már élő modell alapján rajzolunk, de még nem emberi arcokat, nem portrét, hanem mondjuk egy csendéletet. Mert ugyanazokat a dolgokat kell megfigyelni fotóról rajzolásnál is, meg élőből rajzolásnál is. Csak ugye kicsit élőből rajzolásnál ezek nehezebbek. Jobban kell tudatosítani ezeket, hogy mire kell nézni, mire kell figyelni. Amikor már tud valaki referenciafotó alapján felnagyítva rajzolni, tud élő modell alapján csendéletet rajzolni, akkor jön a negyedik lépés, amikor már portrét is tud rajzolni valós modell alapján. Azt gondolom, hogy ez a rajzolás csúcsa, amikor már nem csak fotó, hanem élő modell alapján is tudunk rajzolni, és ez az egyik irány, amerre el lehet menni a jobb agyféltek és rajzolással, hogy megtanulj egészen odáig eljutni, hogy akár kiülhetsz a Váci utcára és turistákat is tudsz rajzolni. Aztán a másik irány, hogyha valaki nem a rajzzal szeretne tovább menni, hanem nem mondjuk festeni, vagy különböző eszközöket, különböző technikákat szeretne kipróbálni, akkor ugye erre is van lehetőség, mert az a látásmód, amit az alaptanfolyamon megtanulunk, arra épül az összes többi tanfolyamunk, a festés is erre épül, a pasztelkét, a technikák is erre épülnek, a színeszterúzás tanfolyamaink is erre épülnek. Tudjuk, hogy mostanában sok olyan rajziskola van, aki mondjuk úgy hirdeti magát, hogy úgy tanít meg embereket festeni, hogy azt írja, hogy nem kell hozzá semmilyen előképzettség, nem kell hozzá tudni rajzolni. Mi azt gondoljuk, hogy érdemes, tehát előny, hogyha tudsz rajzolni a festés előtt, és nem elsősorban azért, hogy előrajzold a festményedet előtte, hanem szükséged van arra a látásmódra, az, hogy az egyszínű formákat tud figyelni, és rájön a szemed erre, hogy aztán a festésnél is ezt tudod kamatoztatni. Uh-huh.
Igen. A másik kérdés egyébként tényleg, ami felmerült bennem az, hogyha valaki elvégez egy ilyen tanfolyamot, akkor hogyan tovább, hogyan tudja ezeket a dolgokat hasznosítani? Hát ez mindig egyéni dolog, hogy ki mire használja ezt a tanfolyamon, amit itt megtanult. Van, akinek egy hobbi marad. Nálunk az összes tanfolyamunkat így azt szokták mondani a diákok, hogy is egy év alatt el tudnak jutni a pálcikai embertől egy nagyon profi szintre. Uh-huh. Úgyhogy már nagyon sokaknak kiállítása van. Vannak csoportos kiállítások, sokaknak önálló kiállítása van. Annak ellenére, hogy ez egy hobbi az életükben. De vannak tanítványok, akiknek viszont teljesen egy más szakmát váltanak a rajztanulás. Ez a pozitív hozadék, hogy egy szakmaváltásba lépnek be. Például van egy, aki bankban dolgozott, és most tortákat készít, de úgy, hogy tortákra fest, és portrékat rajzol, portrékat fest tortára. Ez egy szakmaváltás. Van, aki fogorvosi asszisztensből váltott arra, hogy portrékat rajzoljon és portrékat fessen. Mindenkinek más az, hogy mi az, amit hoz ez a rajztanfolyam neki. Tehát van, akinek egy egész életbe szóló, megváltozik az élete, mert egy más kanyart vesz ezáltal, van, akinek pedig megmarad a hobbi szintjén. Igen, azt akartam még kérdezni, hogy igaz az, tehát én ezt most nem is tudom, néhány héttel ezelőtt hallottam valakitől, hogy a jobb agyféltek és rajztanfolyamról azt hallotta, hogy az embernek az élete is meg tud tőle változni. Egyrészt a gondolkodása sokkal pozitívabb lesz, másrészt pedig tényleg, ahogy te fogalmaztál, hogy látásmódot tanítotok, hogy, hogy teljesen átváltozik az ember szigorúan jó, tehát pozitív értelemben, hogy egy kicsit tágabb lesz a világ. Szóval van ebben valami? Igen, igen, abszolút, igen. Igen, mert a jobbosvétek és rajztanfolyamon van egy olyan fogalom, amit azt tanítunk, hogy negatív tér, és negatív tér alatt értünk minden olyan formát, ami a lerajzolandó dolog között helyezkedik el, és egy teljes nap van arra tanfolyamon, hogy ezeket a negatív terekre rájön a szemünk, és képesek legyünk ezeket megfigyelni. És nagyon sokan számolnak be arról, hogy amikor mennek az utcán, akkor ezeket a negatív formákat kezdik el figyelni, és olyan dolgokat is észrevesznek, amit azelőtt nem vettek észre. Tehát ugyanazon az úton járnak, mint eddig, de mégis nyitottabban. És olyan dolgokat is látnak, amit eddig nem. Érdekes, amit mondasz. Andi, egyébként egy személyes kérdést feltehetek. Te mikor kezdted ezt? Jobbasvétek és rajzolással több mint 10 éve kezdtem el foglalkozni. Eredetileg, amikor középiskolásba kerültem volna, akkor a rajztanárom szerette volna, hogyha ilyen képzőművészeti iskolára felvételizek, de a szüleim nem engedték. Uh-huh. És akkor a rajz így megmaradt nekem hobbinak. És egyébként nekem is egy ilyen kiborulós időszakomban, amikor már 7 évet dolgoztam egy munkahelyen, akkor kezdtem el újból rajzolni, tehát egy ilyen önmagam segítés, egy ilyen önmagam terápiája volt, amikor ismét a rajzolással kezdtem el foglalkozni, és hát onnantól kezdve ez egy ilyen teljes szerelem lett, és én sem álltam meg ott, hogy csak rajzolni tanuljak, hanem mindig az volt, hogy még ezt az eszközt is kipróbálom, még ezt is szeretném megtanulni, és így lett a hobbiból egy igazi szerelem. A szerelemből meg aztán egy teljesen más munka, mint ami az eredeti szakmám. Igen, azért most már egy kicsit így megismertük egymást, és azt látom, hogy neked ez már egyfajta hivatás, ugye? Így van. Ez már teljesen az életem része. Hát igen, mint nekem a Max Rádió, ugye? Körülbelül. De egy közös dolog viszont van, hogy nagyon-nagyon igyekszünk pozitív irányba terelni az embereket, és azt hiszem, hogy ez egy tök jó dolog. Így van. No.
Kedves Megszárdió hallgatók, az elmúlt percekben ismét a jobb agyféltek és rajztanfolyam szakértőjét, a Valdorát képviseletében Dorogi Andreát hallottátok. Andi, nagyon szépen köszönöm, hogy ma is itt voltál velünk. Én is köszönöm. Szervusz! Szia! Ezek voltak a boldog percek a Max Rádióban. Max Rádió. A műsor támogatója, jobb agyféltek és rajzolás szakértője a Valdorart. www.valdorart.hu